Szedd össze magad, kis nyávogós, fontos dolgunk van ma. Hello, hello, sziasztok! Hatalmas szeretettel üdvözöllek itt titeket! Ismételten nem egy túlélő részben, hanem egy utolsó, végső fináléban a félszíves hardcore sorozatunkból. Nagyon-nagyon rég léptem már be utoljára ebbe a világba, még egyszer kiemelném, hogy ez nem a Let's Play, ez egy olyan sorozat, amit nagyjából 3-4 hónapja félbehagytam. Igen, tudom, rossz vagyok. De a mai nap itt vagyok! Egy befejező résszel, ahol bizony kivisszük a játékot félszívvel, vagyis hát legalábbis megpróbáljuk. Bizony. Sikerülni fog? Nem? Jöhetnek a tippek kommentben. Lehet fogadni, meg ilyesmi. Ennek a sorozatnak az alapígérete nem más, mint hogy félszívvel megpróbálunk a lehető legtovább eljutni ebben a játékban. Viszont úgy döntöttem, hogy teljesen felesleges egy sorozatot arra építeni, hogy bármikor meghalhatok, és igen, félszívvel nagyon könnyű. Ugyanis akkor sokkal többet veszíthetünk, hogyha későbbre jutunk, ezért limitálom ezt a sorozatot, rakok egy pontot a végére a sárkány legyőzésével. Vagyis annak a kísérletével. Nem ígérek semmit. Ideje áthuppannunk a Netherbe egy kis Ender Pearlért, ugyanis meg kell találnom ismételten a Strongholdot, mert elfelejtettem, hogy merre van, úgyhogy szükségünk lesz egy pár Ender Eye-ra. Let's go! Igen, a legbiztonságosabb Nether portálom ever, ez a rondaság. Már el is felejtettem, hogy mekkora szívrohamokat szoktam kapni ennek a sorozatnak a részeinek a felvételek közben. Hallottam az előbb egy gáztat, és nagyon nem szeretnék vele találkozni. Úgy kellene eljutnom a kék erdőbe, hogy nem kerülök bajba. Vajon menni fog? Ki tudja. Mivel hogy 4 hónapja nem volt új rész, ezért egy kicsikét nehéz volt előásnom pár kommentet ez alól a videó alól, de itt van például Milán, aki azt írja, hogy szia Pörki, nagyon szeretem a videóidat, és hogyha esetleg meghalnál a hardcore-ban, csinálnál egy olyan hardcore sorozatot, ahol regenerálódás nélkül kellene túlélnem? Ez egy jó kérdés, nem tudom, hogy indítanék-e még egy hardcore sorozatot. Egy kicsit félelmetes és túl sok szívroham. A másik pedig Judit Vöröstől érkezett, aki nagyon kedveseket írt nekem, és megkérdezte, hogy csinálok-e olyan videót, ahol elmagyarázom, hogy hogyan építek nagyobb házakat. Nos, erre nem igazán van egy magyarázatom, csak szeretem építeni, csinálom, kitalálom és megvalósítom. Úgyhogy nem lesz ilyen videó, de köszönöm a kérdést. És akkor ő lesz az utolsó, gyűjtöttem már épp eleget. Egy kicsikét most fel fogom dühíteni a helyi piglineket, ugyanis muszáj lesz aranyat szednem, és erre a legjobb módszer az nem más, mint a Netherben kiszedni ezeket az anyagokat itt, a Nether aranyat. Na most használhatnék Silk Touch-ot, hogy azzal aztán otthon szépen kisüssem a Nether aranyat kemencében. Viszont ezt nem fogom megtenni, ugyanis van szerencse 3-as csákányom, ami azt jelenti, hogy sokkal többet kapok így, hogyha összekraftolom, mint hogyha kisütném. El innen? Nem. Ez most közel volt. Ne felejtjétek, hogy egyébként sebződhetek, ugyanis van rajtam Protection 4-es set, úgyhogy nem lesz tőle semmi bajom, csak túl sokszor nem szabad megsebződjek. De azt hiszem, hogy ennyivel bőven elbírok. Betolakodó az alvilágból! Tűnés! Miért volt nála egy számszerély? A helyes megfejtők között kisorsolok-e egy virtuális ölelést, vagy valamit? Viszont épp itt az ideje egy sokkal jobb íjat kraftolni magunknak, ugyanis ez nem elég jó. Na, mit kapunk? Lássuk, lássuk. Unbreaking 3, de hát ha ad hozzá valamit, nézzük. Oké, Power 3 és Infinity. Ez tökéletes lesz. Általában én inkább mendinget szeretek rárakni, viszont így, hogy nem tervezünk tovább itt maradni ebben a világban, teljesen tökéletes az Infinity is, ami ugye a végtelenség. Viszont egy pár almára még szükségem lesz, mert maradt még aranyom az előző epizódokból, úgyhogy most kivágok egy néhány fát, és remélem a legjobbakat. Direkt nem aludtam az elmúlt néhány Minecraft napban, hogy jöjjenek a fantomok, és hallom, de nem látom, gyere velem, cica, mert különben baj... Ba leszek, még jó, hogy ennyi csapóajtom van itt, hello? Ott van, meghalsz. Ez az, oké, megvan. Adott membránt, szuper, megvan, mehetünk, ennyi bőven elég lesz. Kelleni fog nekem 3 darab vizes üveg, meg a membrán, meg minden más. És akkor egy redstone pórral meghosszabbítjuk a hatását. És akkor legyünk optimisták, csináljunk magunknak rakétát az elitrához. Most pedig szépen dobjuk el ezt a műtyürkét, és keressük meg, hogy pontosan
Hol is van az a portál? Ez hosszú lesz. Szerencsére egyszer már megtaláltuk, sőt azt hiszem, hogy ki is nyitottuk magát a portált, szóval hogyha felismerném a tájat, az nagyon szuper lenne. Aha, elvileg erre felé megfordult, ide fordult, úgyhogy valahol itt lesz. Hát az eredeti lyuk az nincsen meg, ahol leástam, viszont ide mutat elvileg a szem, úgyhogy itt szépen lemegyek. Oké. Hello! Hát ők sem a legértelmesebb lények. Szerencsé, hogy legutóbb mindent kivilágítottam, így legalább nem érnek meglepetések. Csináljuk. 1, 2, 3. Hú, oké. Azt hiszem, hogy itt az idő, srácok. Ideje mennünk. Csak előtte még ezeket kidobom, fúj. Sétáljunk bele együtt. 3, 2, 1. Vá! A végdimenzió. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon jó kis spont kaptunk, egészen jól meg vagyok védve a sárkánytól. Na de most ideje felmenni és hát megpróbálni szétrúgni a hátsó felét. Minden tisztelettel természetesen. Na de, hogy hogyan tervezem ezt megcsinálni? Nos, srácok, szeretnék aranyalmát enni, semmi más, csak aranyalmát. Az ad nekem 2 extra szívet, szóval, hogha nem nézek rá egyetlen egy endermanre sem, akkor elvileg jók vagyunk. Na de nézzük, szerencsénkre egy egészen alacsony osztopos endet kaptunk, ami nagyon szuper. Elvileg így sokkal könnyebben sikerülhet majd a kristályoknak a kilövése. Gyorsan eljövök erre, nem szeretnék a hátsomba kapni egyetlen egy sárkány köpetet sem. Menj innen sárkány, ne. Nem jó, ránéztem egyre, menjen innen. Na, sikerül elsőre, léci. Oké, nem. Na, még egyszer. Gyerünk! Felszedem a vizemet, nehogy itt hagyjam. Gyorsan. Ez az. Oké, nem gondoltam volna, hogy sikerülni fog. Már majdnem továbbáltam. Van még egy, ez eléggé nehéz volt, pedig máskor tök hamar megvan. De nem baj, ennyi kihívást megéred az egész. Oké, jó. Oké, most leszáll, nem tudom még sebezni sajnos, ugyanis még vannak kristályok, amik töltik, de megpróbálok addig huncutkodni, ameddig ő gyorsan töltődik ott. Leszáll, az megvan, lássuk, hogy azt sikerül-e eltalálnom. Oké, nem erre indult? Jaj, ne. Oké, nagyon köröz. Jó, oké, elment, szerencsére. El innen, hülye sárkány. Gyorsan azt kilőjük neki, ameddig ott van. Ez az! Megvan! És akkor még azt hiszem, hogy 2 van. Na léci, kicsit följebb. Most sikerült? Eltaláltam? Nem tudom. Oké, van még egy utolsó itt fönt. És ez is megvan! Nem! Ott van még egy! Jaj. Lássuk, hogy sikerül-e innen eltalálni, viszont lassan majd menedékbe kell húzódjak. Mert mindjárt jön a sari. Szerintem addig ide leások, ameddig újra fel nem száll, mert nem szeretnék az útjába kerülni. Elvileg felszállt. Oké, ez az. Még nem sebződtem, srácok. Ami egészen jó jel. Lássuk, hogy mit sikerül belőle kihozni. Nem tudom, hogy mennyire hallatszik a hangomon, de félek. Szó szerint félek. Oké, szerintem megvan az utolsó is, úgyhogy most már tudjuk őt lőni, ő felségét. Gyorsan, ameddig le nem száll, és leszállt. Jó, újra menedékbe húzódok, féltem a kis szíveimet. Eljövök ide le. Oké, elmúlt az aranyalmának a hatása, veszek be gyorsan még egyet, és elment innen a sari. Szóval, itt repked. Na talán most... Elment. Oké, ott van. Gyerünk. Menni fog. Van. Végtelen. Íjunk. Gyere vissza. Látom, hogy elbújtál. Oké. Nagyon alacsonyról száll le. Éppen ezért nincsen elég időm. Au. Oké. Túléltük. Nem sebez sokat. Van rajtam Protection 4, úgyhogy nem tud sokat sebezni. Jó, nem baj. Sebződtünk. Meg volt az első sebződésünk. Talán nem lesz több. Reméljük, hogy nem lesz több. Oké, gyere szépen. Folyamatosan köp egyet, és mindig belemegy a saját köpetébe. Nagyon egy okos sárkánnyal van dolgunk. Nem baj, ez nekünk mondjuk előnyt jelent. Ne repdess fölöttem, szálljál le szépen. Oké, most itt van éppen fölöttem, vagyis hát még mindig itt van fölöttem. Nagyjából, mégis hogy érzékelte azt, hogy nem néztem rá? Hát konkrétan ránéztem. Na jó, nem baj. Ő jött belém, úgyhogy nem számít. Ez az.
Halál, halál, halál rád. Szépen, meghalljál. Még soha nem volt olyan sárkányom, aki ennyire nem szeretett volna leszállni, de lehet, hogy érzi a vesztét, úgyhogy próbál fent maradni a levegőben. Mondjuk eléggé béna vagyok most a nyilaimmal. Még egyszer, szerencsére végtelen van, úgyhogy nem kell spórolnom, nem is spórolok. De mondjuk most már aztán szuper lenne, hogyha közelebb jönnél. Megiszom az egyik ilyen fűzetemet, nem azért, mert szükségem van rá, hanem azért, hogy tudjak szedni egy kis, ez az, oké, sárkány leheletet, valamint veszek be egy aranyalmát, és folytatom a darálást. Még soha nem volt ilyen sárkányom, aki ennyit repült volna, hát nem igaz, annyira sokszor kanyarodik, hogy nem tudom eltalálni, hát nézzétek meg, konkrétan állandóan S betűket ír le, kicsiket, nagyokat. Ó, na most elkezdett leszállni, úgyhogy ez a tökéletes alkalom arra, hogy megpróbáljam annyiszor eltalálni, amennyiszer csak tudom, és akkor gyorsan le a lyukba. Erre meg sikeresen ránéztem. Menjél el innen. Egy kis lövés, egy kis bújás, egy kis tüsszentgetés, mert miért ne? Még egy kis darálás. És srácok, ezzel az endet hivatalosan is felszabadítottuk. Yes, yes, yes. Rengeteg szint. Ez az. Most pedig tudjátok, hogy mi következik. Ezt itt lefedem, hogy nehogy belemenjen a tojás. Még véletlenül se. Szükségem lesz rá. És szépen a trófea az enyém. Oké, ez egy nem jó hely. Még egy kattintás. Hova mentél? Itt vagy? Oké. Na, gyerünk. És megvan. Látjátok, érdemes optimistának lenni. Hoztam magammal rakétát. Nézzük meg, hogy a sárkánynak a legyőzése után sikerül-e egy kitinszárnyat találni. Nézzük. Nincs más dolgunk, mint oda menni, és bele kell jutnunk abba a portálba. Na, innen szépen felépítek, és hát meglátjuk, hogy mi lesz. Oké, vettem be egy aranyalmát, mert ez nem lesz sebződésmentes, és akkor... Puty! Oh, de... Sebződésmentes volt. Feljebb vettem a látótávot 32 csánkra, és ott van egy nagy entity, valamint egy kisebb. Szerintem én most egyértelmű, a nagyobb felé megyek. Nem látom, hogy van-e ott hajó, de minthogyha lenne, lessük is meg. Oké. Következő sziget. És már innen látom, hogy van egy hajó. Oké. Menjünk, szerezzük meg azt a jól megérdemelt elitrát. Egy aranyalma még mielőtt útnak indulok, és mindjárt ott is vagyok. Itt még át kell építenem. Hát ez nagy csalódás. Ez az, már fél úton. Már most meg akarnak ölni? Még csak most értem ide. Jaj, hát szálljatok le róla, én csak a pillangócska szárnyacskákért jöttem. Oké, az egyiket kiütöttük, jöjjön a második. Ez az. Oké, akkor elvileg most már biztonságban építhetek oda. Reméljük, hogy ez a gyakorlatban is így van. Itt pedig akkor egyszerűen így átslisszanok. Így. És akkor itt most úgy kellene lemennem, hogy közben nem sebződök túlságosan. És ezt felszedem, mert ez kell nekem emlékbe. És most pedig a sárkányfejet is el fogom vinni szuvenírnek, úgyhogy az is legyen meg, legyen mindenből egy kevéske. És akkor egy vizes vödör, és meg is van a sárkányfej. Nagyon szuper, na most akkor itt be kellene törnöm, így szépen, nagyon jó. Így, ez az, oké, megöltük, srácok, szabad az út. Mi azt jelenti, hogy megvan az első, és egyben az utolsó, egyetlen elitránk. Oké, mi van itt? Semmi érdekes, nem kell innen semmi. Dobjuk fel az elitrát, és már meg is vagyunk. Wow. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem semmi másra nincsen most szükségem. Úgyhogy menjünk szépen haza. Annyira könnyű ezeket a piros csíkokat követni, éppen ezért használok ilyen blokkot. Csak egy jó tanács, hát ha jöjjön valakinek. Így leszállok a portálunknak a tetejére, ide rakok egy blokkot, ide jövök, eszek egy aranyalmát, és már itt sem vagyok.
Huiiiia! És puty! Ez a szöveg engem általában egyáltalán nem szokott érdekelni, vagy izgatni. Viszont így, hogy mindezt félszívvel értük el, egy kicsikét más érzés olvasni ezeket a sorokat. Na de, oké, szerintem ennyi éppen elég volt. Mehetünk. És nagyon elegánsan a spawnra dobott minket, ami azt jelenti, hogy megnézhetjük, hogy honnan indultunk. Ez volt az a fa, ez volt az a lomb, ahol az egész elkezdődött, ez az egész nagy kaland, és még arra is emlékszem, hogy a bázisunk az abba az irányba van. Ami egyáltalán nem biztos, de simán lehetséges. Nézzétek ezeket a végtelen tájakat! Ez volt itt a félszíves hardcore világunk. Egyszerűen imádtam. A hatalmas hegyek, ahol letelepettünk, a kis csendes falu itt a havas dombnak a tetején, imádtam minden percét. A csodálatos falusi központunk, a kezdőházunk, a tyúk farmunk a tehenekkel, a rengeteg búza, amit ide elvetettünk, a tökök, az élmények, a falusiaink, és még sok minden más. Na de én, a félszíves Perky Perot, szeretnék tőletek elköszönni. Nagyon szépen köszönöm a töretlen figyelmet erre az 5 epizódra. Egy igazi élmény volt. Ne felejtjétek el a te a mindenre jó, hamarosan újra találkozunk. Na hálóka, sziasztok, pápá! Oops!